aztán itt ötjítjük egy kicsit. Igen, innen viszont megy végig keresztbe, és csak hop, és átlippenünk. Ó, de kiadja. Istenem, de jó. Imádom ezt a BMW-t. Életem egyik legjobb választása volt. És csak. Azta! És egyből át, és nem megyünk neki semminek. Hihetetlen. Néha lehet szerencsék nekünk is. És a hosszú ívet. És kiadja mindenhol. Ide is. És bemegyünk is. Forrunk egyet a gumi körül? Figyelj. Jó. Ide betalálunk. Megy a muszáj. És a visszaívbe. A guminkból úgysem maradt semmi a végére. Az már az utolsókat rúgja. Nézd, a szűkbe is bemegyünk keresztbe, hihetetlen. Azt, hogy lehet rajzolni, nézd csak. Meg volt. Jó van. Minden lett tökéletes, elfáradok én is a végére. Figyeljetek csak, utcai autó! Nézzétek csak, majd milyen időt fog menni! És nem kis ember! Ugye itt most nem arról szól a történet, hogy hogyan is húzogatjuk a kéziféket, mert ugye ezt is látni kell. Itt teljesen más, itt az idő ellen megy a harc. Úgyhogy ők abszolút íven mennek, mindenhol odafigyelve, hogy minél szűkebben forduljanak el, és minél temposabban tudják. Azt a kanyart, amit én a BMW-vel keresztbe csúszva teszek meg, azt ők abszolút szűken próbálják, minél gyorsabban, hát időben ugye ők sokkal jobb időt tudnának menni. Hát ez is, és nagyon jó szól a kis autó, abszolút utcai a dolog. Normál kerekek vannak rajta, kicsit billegős futómű ajánlottam nekik, hogy tegyünk bele komolyabb gátlót és komolyabb rugót. Hiszen akkor sokkal, de sokkal jobb időt tudnának menni, de hát így is. Az első 8-a benne vannak, ami nem semmi. Egy ilyen utcai autóval, hátul üvölt a motor. Gondolom ez is 1.3 GTI, kezeket föl, aki tudja. Mi van benne 1.3? Az biztos az. Jó, na nézzük! És már is jönnek visszafelé, elindultak visszafelé a pályán. Nagyon kíváncsi leszek az időkre, ugye eddig tudjuk, hogy a legjobb idő, ami ma futottak, az 1 perc és 40 másodperc körüli idő volt, ugye? Hoho, van ott egy kis erdő. Erdő, ott mindenki beerdőzik, nem is tudom igazából miért. Az a lényeg, hogy ne egymással foglalkozzatok ott az ülésbe, hanem a vezetéssel törődjetek, és akkor hibátlan lesz minden. Teljesen jó, ügyesen jönnek tovább. Nagyon jó keze van a srácnak egyébként szintén hozzá. Picit hosszú, picit széles volt ez most. Na nézzük a szűket, hogy tudják megoldani. Meg is van ott szűkbe elfordulakott. Azt a kanyart el kell rontani ahhoz, hogy a következő kiadja magát. Hát a bolya kiadta magát ott rendesen, nincs vele gond. Ez belefér, autónak nem lesz baj, ezért csinálunk bolyákból dolgokat. Jó, és jönnek itt az utolsó két kanyarba. Nézzük, milyen tempóval tudják ezt megoldani. Nagyon szép. Igen, és a következő. Kicsit bátra ez az. Jó, nagyon jó. Hoho, csúszik a Suzuki átúja, vigyázzunk magunkra, és már is kérdezek egy, ez az át a fotocellán, na akkor nézzük az időt, szépen szeretném hallani. 1.57, egy utcai autó, szép volt!